Igazán különleges helyszínre, a Tatát és Tatabányát összekötő kerékpárút egyik pihenőjéhez invitálta a sajtó munkatársait Kakuk Tamás harmadik könyvének bemutatójára. A három fejezetből álló könyv egy központi téma köré épül, ami nem más, mint a biciklizés. A biciklizéshez kapcsolódó gondolatok, ötleteket gyűjtöttem össze ebbe a kötetbe, ezért is a cím a Bicikli belső. Az első fejezetben a utazási és a biciklizés belső történéseit rögzítő írásokat gyűjtöttem össze, a második fejezetben azokat a kritikai írásokat, amelyek más műveket próbálnak megközelíteni, a harmadikban pedig gasztronómiai és boros írások vannak. Az időfaktor az itt talán, ha szabad ilyen szlengbe fogalmaznom, nem játszik. Az ember akkor ír, amikor tud és szeretne, akkor se biztos egyébként, ha szeretne. Tehát amikor minden körülmény úgy alakul, hogy írhat valamit, és van közölnivalója, amiről úgy gondolja, hogy muszáj leírnia, esetleg szerencsés esetben még másokat is érdekel. Az előző két kötet verses kötet volt, én azt gondolom, hogy hangulatában az ember nem tud kibújni a bőréből, mindenképpen vannak azonosságok. Esetleg témában is, hiszen a másodikban a jó reménység fokát megkerülő Diaz elképzelt naplóját írtam meg, és ebben is vannak Afrikával kapcsolatos írások. Én most kihasználtam az alkalmat, hogy Tamás mondta, hogy egy kicsit biciklisztünk, és eljött. A könyvet egyébként olvastam, sőt, mint a Quaterka részét, ugye ezek megjelentek a neten, Tamás már régebben elküldte nekem, elolvastam. A kerékpáros része az sokkal izgalmasabb számomra. Azt veti föl, hogy az ember biciklizik, és közben a gondolatai ugyanúgy suhannak, ahogy ő a kerékpáron. És ettől én most azt mondtam, hogy nekem akkor most ide is el kell jönni ezért. Akik pedig örömmel veszik kézbe Kakuk Tamás írásait, megnyugodhatnak, hiszen vannak már tervek a következő könyvre, de erről az író egyelőre nem árult el részleteket.